Az előadásomban arról fogok beszélni, egy centenármi körképet adva, hogy miként alakult a tanácsköztársaság szakmai és annál tágabb emlékezete a centenárium alkalmából. Mielőtt azonban erre rátérnék, ne feledjük, hogy azért vagyunk itt, hogy az idén 90. születésnapját ünneplő Hajdú Tibort ünnepeljük, és talán gondoljunk bele egy picit abba az időbe, ami itt már megszólításra került. Ugye 1930. augusztus 28-án született Hajdú Tibor. 1930. augusztusa meglepően sok jeles személyiséget adott a világ történelemnek, így amikor az előadásomra készültem, egy kicsit megnéztem. Ugye mindjárt augusztus 1-én megszületett Grósz Károly, 12-én Soros György, 28-án Hajdú Tibor, 30-án pedig az Egyesült Államokban Warren Buffett. Megjegyzem, hogy a négy férfiú együttes vagyon a 100 milliárd dollárnál is több, ami akármilyen árfolyamon váltjuk át, több, mint a magyar államadósság. Szerintem nem véletlen, hogy a négy férfiú közül e vagyon túlnyomó többségét az a kettő birtokolja, aki történetesen az Egyesült Államokba fogott be karriert, ami a kapitalizmus fellegvára volt. Egyébként 1930. augusztusában született még Pierre Bourdieu, Ránki György, a Holdra szálló Neil Armstrong és Sean Connery is. Ha pedig abba gondolunk bele, mert ez is egészen érdekes és ritkán tesszük, hogy 1930-ban a magyar történész szakma milyen jelentős személyiségeket kapott, akkor egy egészen impozáns listának tagja része Hajdú Tibor és a már említett Ránki György, hiszen itt van Berenté Iván, Bácskai Vera, Diószegi István, Fűr Lajos, Jemnic János, Juhász Gyula, Elnagy Zsuzsa, Ormos Mária, Pölöskei Ferenc, Harsány Iván, és a társadalományok területéről még lehet említeni Huszár Tibort, Részpált és másokat is. Egy pillanatra talán adózunk az ő emléküknek is tisztelettel. És tegyük fel a kérdést, hogy vajon hálás vagy hálátlan az utókor? Egészen konkrétan, és ezzel visszakanyarodnék az előadásomhoz, vajon hálás vagy hálátlan az utókor Hajdú Tiborral szemben? Nos, mint tudjuk, Hajdú Tibor élete során két nagyobb történeti kutatóintézethez kötődött munkahelyként, a ma Politika Történeti Intézet elődjeihez, illetve a Történettudományi Intézethez. Nos, ezt a konferenciát a Politika Történeti Intézet is szervezi, a Történettudományi Intézet meg nem. A 2019-ben megszervezett, Történettudományi Intézetben megszervezett tanácsköztársaság konferenci előadói között se találhattuk meg Hajdú Tibort. Ha innen nézzük, úgy tűnik, minthogyha az intézmény, mintha hálátlan lenne Hajdú Tiborra, aki egykor osztályvezetője volt és tőlünk ment nyugdíjba. Ha viszont azt nézzük, hogy a mai előadók közül, az öt előadó közül négy jelenleg is a Történettudományi Intézetben dolgozik, akkor úgy tűnik, hogy az intézet munkatársainak mégiscsak fontos Hajdú Tibor és munkássága az, hogy most itt legyünk. Nos, hasonló paradoxonokról lesz ma még szó. Vágjunk is bele a centenáriumi körképbe. A centenárium valójában baljós előjelekkel indult már 2018-ban. Két botrányos eseményt emelnék ki. Az egyik, hogy a Petőfi Irodalmi Múzeumhoz tartozó Kassák Múzeum igazgatója belebukott egy tanácsköztársaságot is megidéző kiállításba. Itt a kiállításnak egy részlete látható, ez nem az elbontás után van, ez maga a kiállítás. Tehát, hogy számomra például az derült ki ezen a kiállításon, hogy mit látnak vajon a művészek egy történeti fotón, nekem úgy tűnik, hogy szinte mindent, kivéve a történelmet. Nos, nem is ebből bukott bele konkrétan Pörül Gergely, hanem inkább a kiállításhoz készült katalógus egyik tanulmányával kapcsolatosan támadt botrány. És a másik, ott a jobboldali képen látható kötet, amely a Politika Történeti Intézet műhelyében készült, és Hajdú Tibor is szerzője volt, az év novemberében robbantott ki vitát a Kormány Revolver médiájának egyik zászlós hajójában, miszerint a vörös terror értékeltsége alul értékelt ebben a kötetben. Az egyik kérdés, amit ez a két esemény felvetett, hogy vajon a szakma megfélemlítése sikerrel történt-e 2018-ban. Ha megnézzük, hogy 2019-ben milyen tudományos ismeretterjesztő konferenciák voltak, itt egy listát adtam ezekről, amelyek túlnyomó részén jelen is tudtam lenni, akkor azt gondolhatnánk, hogy hát minden rendben van, milyen sok konferencia szólt a tanácsköztársaságról. Ha azonban egy kicsit megnézzük alaposabban, akkor néhány érdekes dolgot is szemrevételezhetünk.
Az egyik, hogy március 21-ére nem rendeztek nagy konferenciát, aminek nem az volt az oka, hogy mindenki attól tartott, hogy majd mások akkorra leszik, és ezért ütközés lesz. Eredetileg ezt is lehetett gondolni, de később, 2018 ősze után sokkal inkább egyfajta félelem volt az, ami miatt a legtöbb szervező azt gondolta, hogy a biztos, ami biztos alapon ő nem szeretne első helyen kerülni célkeresztbe a tanácsköztársaság kapcsán, nehogy azt mondják, hogy ők valamiféle emlékezetét ápolják a tanácsköztársaságnak. Részben ez a magyarázata valószínűleg annak is, hogy a Történettudományi Intézet is úgy döntött, hogy a Veritas Intézettel és a parlamenttel közösen egyfajta politikai védőernyő alá bújva fog konferenciát szervezni, cserébe viszont legitimálja ezek emlékezetpolitikáját. Ha megnézzük még itt a konferenciák sorát, azt láthatjuk, hogy március 21-én a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen rendeztek egy rendvédelmi konferenciát. Ez a konferencia számomra nem csak azért volt érdekes, mert kiderült, milyen sokféle csinos uniformisba öltözött lány jár arra az egyetemre, hanem azért is, mert egy rendvédelmi konferencián nem feltétlenül azt várnánk, hogy rendőrfőtisztek és tábornokok arról beszélnek, hogy a jogállamiság és a civil jogok érvényesülése szempontjából hogyan teljesített a dualizmus, a tanácsköztársaság vagy a Horthy korszak. Márpedig itt ez történt. Mint említettem, paradoxonok vannak a történetben, nem ezt várná az ember egy rezsimegyetemnek gondolt egyetem konferenciáján. Aztán, hogyha elment az ember a Károlyi Református Egyetem, Károly Gáspár Református Egyetem konferenciára, amelynek a szervező elve az volt, hogy a tanácsköztársaság keresztény ellenességét, keresztény üldözését mutassa be, akkor is foghatott némi gyanút, hogy a zsidóság üldözéséről nem volt előadás, és Fazekas Csaba előadásán kívül máshol még csak említés se történt erről. Már-már azt gondolná az ember, hogy egyfajta bújtatott jelentéssel itt arra próbáltak meg utalni, hogy a tanácsköztársaság zsidó vezetői üldözték a keresztényeket. Ha azonban az ember végigült az előadásokat, akkor azt láthatta, hogy ez sem az előadóknak, sem pedig az szervezőknek nem volt szándéka, legalábbis semmiféle utalást nem tettek erre, semmi kikacsintás, semmi egyéb nem hangzott el, ami erre utalna. Sokkal valószínűbb, hogy egyszerűen az történt, hogy a keresztény üldözés ismét népszerű szlogenjeit akarták felemelni, és észre se vették, hogy ezzel, illetve a zsidóság kihagyásával gyakorlatilag egy antiszemita kontextusba lépnek bele. Ez is egy érdekessége az eseményeknek. Az első jelentősebb kétnapos konferenciát a Budapesti Főváros Levéltár rendezte, ahol sok érdekes, adalék jellegű előadás hangzott el. Ezt majd még később használni fogom, ezt a szót jegyezzük meg, adalékok, amik elhangoztak, főleg helytörténeti értelemben volt izgalmas. És akkor térjünk vissza az ősszel, szeptember 11-12-én megrendezett Történettudományi Intézet Veritas Parlament közös konferenciájára. Az egyik érdekessége ennek a konferenciának az rögtön a plenáris előadó volt, aki itt is ül velünk, Hatos Pálról beszélhetünk, hogy miért ő? Ugye ezek mindig kérdések, hogy egy plenáris előadót miért választanak ki. Ugye szakmailag mindannyiunknak érdekes lehetett, hiszen Hatos Pál akkor a Károlyi korszakról írt bestsellerével vétette észre magát inkább, és nem pedig a tanácsköztársaság témájával. Én azt gondolom, hogy azért esett Hatos Pálra a választás, mert azon a szűk mesdjén van pillanatnyilag, vagy éppen akkor volt, nem tudom, hogy azóta ez mennyiben változott, azért vannak gyanús jelek, amely szűk mesdjén azok vannak, akik még a szakmának is elfogadhatók, és már a politikának is. Vagy még a politikának is, már a szakmának is, attól függ, hogy ezt honnan nézzük. Ehhez egyébként én azt gondolom, hogy Hatos Pál előadás módja is hozzájárul, az, hogy a forradalmak történetét egyfajta tragikomédiaként mutatja be, ami a tragédia jellegből fakadóan kellően patetikus, hogy a nemzetiek is otthon érezzék magukat, és kellően kritikus is a komédia jellege miatt, ami a szakmai elvárásokat implikálja. Ezeket egyébként Hatos Pál nyílt előadásában, ezt remélhetőleg majd mindjárt hallani is fogjuk, még időnként ilyen polgárpukkasztó gesztusokkal is fűszerezi, amelyek egyúttal arra is rámutatnak, hogy milyen szűk mesdjén is jár. Amikor ott ültem a parlamenti konferencia nézői között, mellettem kis kosztümbe öltözött 50-es, 60-as hölgyek ültek, akik szervezett busszal érkeztek, talán éppen Kaposvárról, de mindenképpen a Dél-Dunántúlról. Amikor Hatos Pál Tormai Cecil bújdosókönyvét elemezte, és Tormai Cecilt lektűrírónak nevezte, akkor bizonytalanul összehajoltak ketten, rákérdezett az egyik, hogy jól hallotta-e, amit hallott, majd pedig utána vastagon kisatírozta Hatos Pál nevét a programfüzetből. Én azt gondolom, hogy szűk ez a mesdje. Aztán
Azt is láthatjuk ezen konferencia kapcsán, hogy számos probléma felmerül. Az egyik, hogy a nagy öregek hiánya, a másik a nemzetközi kontextus kérdése. Itt jegyezném meg, hogy egy tudományos konferencia szerintem nem attól nemzetközi, hogy Erdélyi és Szlovákiában élő magyar kollégák is előadnak. És a tudományos diskurzus kérdéseivel is bele lehetne menni, hogy vajon az a jobb, hogyha nem lehet hozzászólni egy előadáshoz, mint ami a parlamentben volt látható, vagy az, hogy a foci drukker mentalitású kollégák szólnak hozzá, mint a másnapi rendezvényeken velünk történt. Nos, ha tovább lépünk az ismeretterjesztő vonalon, hogy milyen rendezvények zajlottak az emlékév, illetve centenáriumi év kapcsán, két intézményt lehet kiemelni. Az egyik a Veritas Intézet, a másik a Clio Intézet. A Veritas Intézet néhány munkatársa ugyanazon előadásokat, mint egy körbe haknizta vele az országot. Én azt mondom, nyugodtan használjuk ezt a kifejezést, úgy tényleg ugyanazok az előadások ismétlődtek. Én nagyjából ott akadtam el az egyik előadásnál, amikor a Tanácsköztársaság egyház politikáját a szovjet vallásüldözés számai alapján próbálta megismertetni az előadó, mondván, hogy nyilván itt is ez történt volna. És mindezt egy olyan keretbe ágyazta, miszerint a 20. században három totalitárius diktatúra működött, a bolsevizmus, a nácizmus és az amerikanizmus. A másik intézmény, amelyik jelentős ismeretterjesztő munkát végzett a centenárium alkalmából, a Clio Intézet, amely 20 alkalommal rendezett ismeretterjesztő előadást, és ehhez kért fel szakmai hozzászólót. Két dolgot emelnék ki. Az egyik, hogy ezen előadások szinte teljes körülön reprezentálták a tudományos kutatások állását. Ilyen értelemben teljes mértékben kiegyensúlyozottnak tűnt. Ha pedig megnézzük a témák megoszlását, amit kiemeltem, akkor egyúttal azt is láthatjuk, hogy az, hogy ma mi tűnik érdekesnek a Tanácsköztársaságból, véleményem szerint ezt reprezentálja ez az ábra, az jól mutatja, hogy mi az emlékezetpolitikai érdeklődésünk súlypontja a Tanácsköztársasággal kapcsolatban. Látványos például, hogy a kultúra és a gazdaság alulreprezentáltsága, illetve hiánya. Mindezek alapján én azt gondolom, hogy a Clio Intézet például ezzel a rendezvénysorozattal is bizonyította, hogy egy kormány támogatással létrehozott intézmény is végezhet színvonalas szakmai munkát. Amit ők csináltak, az véleményem szerint az emlékezet politikának a Jedi oldala. A sötét oldal, az pedig a nagy politika részéről is megmutatkozott a centenárium alkalmából. Az Országház filmműhely készített egy 5. alosztály című filmet, ami azért is érdekes, mert láthatjuk, hogy hogyan lehet indoktrináló agitprop filmet készíteni úgy, hogy egyébként abban a filmben jeles történészek mondják el a szakmai véleményüket, és mégis sikerült ezt úgy beágyazni, hogy meglehetősen egyoldalúvá alakult a történet. Aztán a nagy fényképen a Nemzeti Vértanúk emlékművének újrafelállítását látjuk, ami október 31-ére volt időzítve. A jó példája a szelektív memóriának, illetve annak a fajta pártos emlékezet politikának, aminek a célja a jelen politikai közönséghez való szólás. A baloldal hergelése és a saját tábor felé való kikacsintás és annak összetartása, miközben egyébként más intézményben pedig héjast méltató kötet jelent meg ugyanekkor, de ez most nem az előadásunk témája. Az alsó képen, itt a Várkert bazárban lévő kiállításnak egy részletét láthatjuk, amelyben jól látszik, hogy Schmidt Mária egyfajta szürreális rémálomként mutatta be az első világháborút és annak minden következményét. A jobb oldali képre pedig azért hívnám fel a figyelmet, mert a Nemzeti Örökség Intézetben dolgozó egyik kollégánk, Szabó Viktor tartott egy tematikus sétát a Fiumei úti sírkertben, ahol a munkásmozgalmi panteonban is jártunk. A fénylő folt a padlón az beázás nyoma, máshol pedig omlásveszélyre emlékeztető tábla található. Ez is az emlékezet politika része, egyfajta tudatos damnáció memorié, amelynek a lényege, hogy bizonyos részeit a múltnak hagyják elenyészni. Volt-e egyáltalán érdeklődés mindre az ismeretterjesztésre? Azt gondolom, hogy igen. Különösen figyelemre méltó ez, hogyha összehasonlítjuk 18 őszének emlékezetével a 19 tavaszának emlékezetét. Míg 18 őszének 100. évfordulóján inkább a hallgatást láthattuk, addig 19 tavaszának 100. évfordulóján azt láthattuk, hogy a sajtóban, blogokon, Facebook oldalakon szinte kényszeresen próbáltak meg minél többen valahogyan viszonyulni a Tanácsköztársasághoz. Ennek nagyjából én két típusát tudom elkülöníteni. Az egyik az elítélő hangnemben való megnyilatkozások,
A másik pedig az a defenzív műfaj, amikor valaki úgy kezdi az érvelését, hogy igen, de azt tudtátok-e, hogy ilyesmi is történt. Ha tovább lépünk a szakmai teljesítményekre, több folyóirat is jelentetett meg tanácsköztársaság témájában önálló számot, vagy legalábbis önálló blokkot. Ezek egészen változatos tematikájuk és jellegűek. Vannak, amelyek szakmai adalékok típusú tanulmányokat tartalmaznak, más folyóirat, mint a múltkor, kimondottan a terrorra fókuszál. A Rubikon pedig egyrészt a Minek nevezzelek emlékezetpolitikai játéknak szentelt több tanulmányt, másrészt pedig én azt gondolom, hogy érzékelhetően a negatív elemek túlhangsúlyozására törekedett. A könyvek esetében is azt láthatjuk, ha megnézzük, hogy milyen szakmunkák jelentek meg, hogy meglehetősen vegyes vágott az, amit láthatunk, meglehetősen sok vörössel. A propaganda tekintetében Szabó Viktor monográfiája és Vörös Boldizsár tanulmánykötete értékelhető jelentős előrelépésnek, a szociáldemokrácia vonalán Varga Lajos magisztrális munkája, amely az egyetlen, amelyik nem figurális címlappal rendelkezik, és ez nekem nagyon kedves. Az emlékezett történet vonalán pedig Csunderlik Péter a kötetteit emelném ki hangsúlyosan, aki egyébként egyúttal egyfajta spiritus rektora volt a lehető legjobb értelemben a 100. évfordulónak. Emellett azonban megjelentek értetlen szövegek. Hogy ezek tudatosan voltak értetlenek, vagy pedig egyszerűen csak képtelenek voltak a történeti megértést, mint olyat művelni, ezt én nem tudom, de láthatólag nem a történeti megértés, hanem az elítélés szándékával születtek. Ha ezek után összegezni szeretnénk, hogy mire is jutottunk a centenárium során, forduljunk Hajdú Tibor 1999-es historiográfiai összegzéséhez, aki azt mondta, hogy három veszélyt lát a közemlékezet kapcsán. Az egyik a kommunisták szerepének eltúlzása a szociáldemokraták kárára, a másik a terror jelentőségének eltúlzása, a harmadik pedig a zsidó vezetők szerepének az eltúlzása. Nos, mindegyik témában történt változás. A kommunisták esetében én azt gondolom, hogy az abszolutizálás irányába léptünk túl. Mostanra nagyjából a kommunizmus olyan megbélyegző fogalom lett, mint amilyen 1945 után a fasizmus kifejezés volt, ami mind a nyilvános vitákat, sőt már lassan a szakmai megnyilvánulásokat is veszélyezteti. A terror kapcsán a már említett 2018-as őszi kormánymédiához köthető megnyilvánulások jól mutatták, hogy itt is az abszolutizálás irányában mozdultunk el. Alapvetően az a törekvés érzékelhető, hogy a tanácsköztársaságról elsősorban és főleg a terror jusson az emberek eszébe. A harmadik kérdésben a zsidó származású vezetők kapcsán én érzékelek pozitív változásokat, de ez lehet, hogy csak azért van, mert én ezzel foglalkoztam többet. A kérdés azonban számomra az, hogy vajon ebből a nagy közönségnek mi megy át, hiszen mi a szakmai és nyilvános diskurzusokat látjuk. Végül pedig egy negyedik elemként még pluszban hozzátenném, amire már utaltam a konferenciák kapcsán is a nemzetközi kontextus hiányaként, hogy nekem úgy tűnik, hogy a tanácsköztársaság története meglehetősen bezárkózott a magyar emlékezett politika hagyományába. Ennek egyébként érdekes jele, hogy a nemzetközi kontextus felé való kitekintésre egy olyan német nyelvű kötetet tudnánk megemlíteni csak 2019-ből, amit kimondottan osztrák, német, svájci szerzők készítettek német nyelven, és egyébként egy osztrák szélsőbolos kiadónál jelent meg. Összességében azt gondolom, hogy ha megkérdezzük még egyszer, hogy mit újat láthatott Hajdú Tibor 2019-ben, hogy relatíve keveset, szinte minden előfordult már korábban is. Néhány részkérdés talán világosabb lett, összességében azonban szerintem inkább a sötétség nőtt a témával kapcsolatban. Köszönöm.